Szabadságkoncert, Női Kisbunda a múzeumban, nyeremény a véradásért, újabb beruházás térségünkben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 18-án 18 óra 5 perckor. A magyar kormány az 1989-90-es rendszerváltozás 30. évfordulója alkalmából 2019-ben meghirdette a 30 éves szabadon című emlékévet. Ennek keretében Karcagon is megemlékeztek az évfordulóról, szabadságkoncertre várta az önkormányzat és a Dérinél Kulturális Központ a karcagiakat a templom előtti téren. Magyarország a szabadság hazája, de a szabadság nem magától értetődő, hanem annak köszönhető, hogy az emberek hajlandóak voltak a gondját viselni, és ha kellett, harcoltak is érte. Bár 1956-ban a túlerő leverte a forradalmat, de a kommunista rendszer halálos sebet kapott, a 20. századi történelem a magyar nemzet számára a hazugságok és a megkésett igazságok korszaka, s emiatt válhattak valósággá 1956 követelései a rendszerváltozáskor. Ezért tudták a kommunista diktatúra áldozatait méltósággal újra temetni 30 éve, ezért hagyta el az utolsó szovjet katona 1995-ben Magyarországot, és ezért terjedt ki a ma állampolgárság lehetősége a világ minden magyarjára. Karcagváros önkormányzata nyert egy pályázatot, hogy a Szabadság koncert elnevezéssel a 30 éve Szabadon Emlékbizottság pályázati kiírása volt ez, ahol természetesen a rendszerváltozás 30 évének évfordulóját próbáljuk egy kicsit megünnepelni, emlékezetessé tenni. Ugye a pályázati cél az volt, hogy ezt a hangulatot próbáljuk visszaidézni, amely azokban a napokban zajlott Magyarországon. Ennek megfelelően egy picit retro hangulattal próbáltunk készülni, megszólítva a fiatalokat, hiszen a Diák Önkormányzat, a Karcagvárosi Diák Önkormányzat szervezésében kerül megrendezésre azok a programok, amelyek itt a hátam mögött is láthatóak. Elsősorban fiataloknak szóló, de hát ugye soha nem késő elkezdeni, illetve annak idején, aki gyakorolta ezeket a játékokat, most újra kipróbálhatja. Ugye a hula-hop karikázás, lányoknak az a gumizás, ami ugye az udvaron, még az én időmben is javában folyt, ki lehet próbálni ezt a játékot, és egy picit a retro hangulatot idézi itt a hátam mögött látható Trabant, amelyben ugye egy stilizált határt kell átlépve és beszállni a Trabantba, aztán menni tovább, ugye, ahogy az megtörtént annak idején is a határbontásnál. Tehát ezek az apró játékok, amelyek bevezetik az esti koncertet. A fal az egy szimbolikus jelkép, ugye maga az OSB lapokból felépített háttér is egyfajta falat szimbolizál, és hát természetesen a mai nap szlogenjének, ugye a 30 éve szabadonnak megfelelően készültek el ezek a fali képek, amelyet a helyi, illetve a környékbeli graffitisek rajzoltak nekünk. Tervünk az, hogy a hétvégén, tehát szombat-vasárnap itt marad a helyén, lehessen megcsodálni ezeket a rajzokat. Utána pedig várhatóan az ifjúsági ház udvarán lesz néhány hétig elhelyezve, nyilván addig, amíg az időjárás ezt megengedi. Oda fogjuk átolni a Trabantot is egyébként, tehát aki szeretne majd fényképet készíteni a Trabanttal, esetleg beülni a Trabantba és úgy elkészíteni ezt a fényképet, az néhány hétig még az ifjúsági ház udvarán megteheti. A pályázat célja az volt, hogy az akkori hangulatot idézzék a rendezvényeken vissza. Én bízom abban, hogy generációkon átnyúló lesz a mai este, hiszen ugye a fiataloknak szóló játékok, amelyet annak idején a mai idősebb korosztály játszott, és hát nyilván a koncerteket is úgy próbáltuk összeállítani, hogy fiatalok, kicsit idősebbek, és aztán a vegyes korosztály a Retro Diszkón utcabálon. Az estét a karcagi Mesemint zenekar, majd a Well Hello koncertje követte, és Retro Diszkó, valamint utcabál zárta a programot. Ugye a fő hangsúly a koncert, 6 órától karcagi zenekar, a Mesemint zenekar kezdi a fellépést, aztán pedig 7:30-kor a Well Hello együttes ad egy nagy másfél órás koncertet, ezt követően pedig egy fajta retro diszkó, tehát a 80-as, 90-es évek zenéiből Sós Imre, DJ Sós fog egészen 11 óráig éjfélig diszkót adni, és egyfajta utcabállá fog átalakulni várhatóan az itt lévők.
A Györffy István Nagykun Múzeum állandó kiállításán egy nagyon különleges női kisbunda is található, amely több részből van összetéve, azaz ahány darab, annyi birkatestet kellett ezért eladni. Ez a női felső viselet tulajdonképpen egy pelerin, amely nem volt egy olcsó viseleti darab, de több generációt kiszolgált, mert nem csak ünnepnapokon hordták. Ez egy női bunda, női viselet. Női felső viselet, és ugye miután bunda, ebből már sejthetjük, hogy milyen az anyaga. Hiszen ugye itt a kunok, a kunságiak, azok a hosszú szőrű birkát tartották főképpen, és annak a bőrét, illetve annak a szőrét kikészítették bundának. Ugye a férfiaknak nagy bundát készítettek, a nőknek csak egy kicsit, ezért kunsági kisbunda, egy pelerin tulajdonképpen. Több részből van összetéve, ahogy ez látszik is a kiállításban, és hát épp ezért szokták mondani, hogy ahány részből van, annyit a birtoktestet kellett bizony ezért eladni. Tehát nem volt egy olcsó áru, nem volt egy olcsó viseleti darab, viszont ezzel szemben több generációt kihasználhatta több generáció, hiszen ugye univerzális méretben volt ez látható, vagy univerzális méretben készült, egyféle méretben, és tulajdonképpen ugye mindig meg lehetett őrizni, dohánylevéllel mindig elrakták. Azért maradhatott meg mindig, hiszen több generáción keresztül, hiszen csak ünnepkor, templomba járáskor, vagy valami egyéb rendezvény alkalmával hordták. A galéria kisbirka bőréből, a purzsa bárányéból készült, a hímzése fekete selyemből készült, nagyon aprólékos munkával. Ez speciális tudást igényelt, a szűcsök debreceni mesterektől tanulták meg a készítését. A hímzése az pedig, ugye fekete selyemből készült, és hát a nagyon aprólékos. Ez az a bunda egyébként, amit már nem tudtak készíteni csak úgy ügyeskező asszonyok vagy ügyeskező férfiak, ez már speciális tudást igényel. És hát a speciális tudás az a szűcsöknél volt meg, akik megtanulták a szakmát, és a szűcsök leginkább ugye Debrecenben tanultak. A kunsági kisbunda is, ugye kunsági ugyan a nevében is benne van, de általában Debrecenben készült, vagy legalábbis nagyon sok darab Debrecenben készült, vagy Püspökladányban. Tehát az a lényeg, hogy Debrecenhez köthető, ott tanultak a szűcsök. Mezőtúron élt még 103 évesen halt meg egy szűcsmester, Benedek Pista bácsi, aki elmesélt, hogy ő is ott tanulta a mesterséget, és ő is ilyen kisbundát készített, de ő debreceni stílusban készítette. Az azt jelentette, hogy itt a mellvarrásnál, vagy a mell részénél egy fekete rojt sor húzódott végig. Ez, amelyik itt a kiskunság, illetve a nagykunságban használatos volt kisbunda, ez is ugye annak a motívumait őrizte meg, de annyiban különbözött, hogy ide készült, tehát a kunságra készült, a kunsági ízlésvilágnak, hogy nincs rajta rojtsoly. Tehát ezért van az, hogy meg tudjuk különböztetni a debrecenitől. Bár ugye Debrecenből indult ki, és ezért lehet kunságinak nevezni. Erről egyébként Dorogi Márton, a püspökladányi egykori jeles kutató Szűcs Sándornak nagy barátja volt. Szűcs Sándor ugye a Karcagi Múzeum első igazgatója, illetve pontosabban második, Péter László után, aki sajnos nem régen hunyt el. Tehát Szűcs Sándor barátja volt Dorogi Márton, aki feldolgozta, és a kiállításban lehet is az ő mintáit látni, hogy milyen mintakészülete volt az ilyen kis bundáknak. A férfi bunda színesebb volt, a női az nem lehetett színes, magyarázta a szakember, aki szerint 2-3 hónap alatt készülhetett el egy női kis bunda hímzése, melynek a mai költsége 1 millió forint körül lenne. A mai szűcsöktől már emiatt sem rendelnek a hölgyek, de amiatt sem, mert alig akad mester, aki ezt el tudná készíteni. Ha lenne vállalkozó, szűcsmesterek vannak, én is ismerek szűcsöket, de ha lenne vállalkozó, illetve megrendelés, hiszen ezt mindig megrendelésre készítették, mert hogy más, tehát nem fektettek bele
anyagi eszközöket. Tehát ez ugye, mivel már akkor is drága volt, ezért ha lenne rá vállalkozó, most is lehetne oldani, hiszen meleg. Az igazgató úr stábunknak azt is elárulta, hogy ez a kiállítási tárgy az egyik kedvenc. Az idei hallgatói véradások elnevezésű versenyhez egy nyereményjáték is társul, hogy még vonzóbb legyen a fiatalok számára az önkéntes tevékenység. A véradást népszerűsítő kampány 2019. október 10-e és 2020. május 15-e között tart. A felső oktatási véradó programmal a véradásra szeretnék ösztönözni az egyetemistákat, a Magyar Vöröskereszt. Csak úgy repkednek a lájkok a közösségi médiában a nemes ügyekért, kezdeményezésekre, azonban a lájkok önmagukban sok mindent nem változtatnak meg, ugyanis ezekkel nem lehet életet menteni, a véradással azonban igen, egyszerre hármat is áll a kampány középpontjában. A közügynek is számító véradásra szükség van, hiszen naponta körülbelül 1800 önkéntes véradó kell a biztonságos ellátáshoz. A véradáson résztvevő hallgatók egyénileg és csapatokban is versenyezhetnek. Az erre a célra létrehozott kampányoldalon www.voroskereszt.hu/hallgatói-véradások a véradásokon kapott nyereményszelvénnyel történik a regisztráció. A kiemelt egyetemi véradásokon azonnali ajándékot kapnak a résztvevők egy túlélő csomag formájában, de mindenki, aki regisztrál, a honlapon egy hónapig HBO Go előfizetéshez is hozzájut, illetve kedvezményesen vásárolhatja meg az EFOT heti jegyeket. Lesznek továbbá havi nyeremények, és mindkét szemeszter végén kisorsolnak 10 darab egy évre szóló HBO Go előfizetést, 25 darab pocket zsebkönyvet, egy szigetbérletet és 3 darab sziget napi jegyet. A kampányra létrehozott weboldalon az egyéni véradók meg tudják hívni társaikat, így csapatot alkotva gyűjthetnek pontokat véradásaikkal. A csapatok közül pedig az lesz a nyertes, amelynek tagjai a legaktívabbak, a legtöbbször adnak vért. Ők majd a játék végén EFOT napi jegyekkel gazdagodnak. A KNP Csem Kft. 5,14 milliárd forintos beruházással a magyar kormány 450 millió forintos visszanemtérítendő támogatásával kozmetikai alapanyagokat gyártó üzemet hoz létre Szolnokon, ezzel 50 új munkahelyet teremt. Szijjártó Péter elmondta, a magyar kormány támogatja a beruházást tekintettel a vállalt tevékenységének magas hozzáadott értékére, és arra, hogy a legnagyobb nemzetközi cégek számára szállít alapanyagokat. Ez a vállalat a legnagyobb nemzetközi cégek számára szállít be alapanyagokat, tekintettel a tevékenységének a magas hozzáadott értékére a kormány 450 millió forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít a beruházás végrehajtásához. Ugye a termelés helyszíne Szolnok, de a cél az a világpiac. Hiszen a KNP-kem olyan nagy nemzetközi vállalatok beszállítója, mint a Procter & Gamble, a Unilever, vagy éppen a Henkel. És a Palmolive, valamint a Colgate termékeiben is megtaláljuk a KNP-kem által létrehozott alapanyagokat. A vegyipar, amely ágazatban a KNP-kem most itt Szolnokon megkezdi a tevékenységét, egy olyan ágazat, amely a tavalyi évben jelentős mértékben hozzájárult a magyar gazdaság növekedéséhez, hiszen a vegyipar teljesítménye tavaly egy év alatt 16%-kal nőtt, és a vegyipar termelési értéke meghaladta a 6000 milliárd forintot a tavalyi esztendőben. Az idei év első 7 hónapjában egy újabb 3%-os növekedést tudtunk regisztrálni, és mára elmondhatjuk, hogy 96 ezeren dolgoznak ebben az ágazatban. Szijjártó Péter kitért arra, hogy Magyarország 9 évvel ezelőtt a szakadék szélén egyensúlyozott, ma már az Európai Unió egyik legsikeresebb gazdasága a magyar. Az Európai Unió egyik legsikeresebb gazdaságát tudhatjuk a magunkénak. Egy olyan gazdaságot, amely az idei esztendő első felében 5%-ot meghaladó mértékben növekedett. Egy olyan gazdaságot, amely az államadósságát az elmúlt 9 évben folyamatosan csökkentette, és egy olyan gazdaságot, amely gyakorlatilag elérte a teljes foglalkoztatás szintjét. Természetesen 9 esztendő alatt nem lehetett volna
ilyen ütemben fejlődni, hogyha nem hajtottunk volna végre egy nagy mértékű és nagy léptékű újraiparosítási stratégiát Magyarországon, amelynek eredményeként 9 esztendő alatt 800 ezer új munkahely jött létre hazánkban. És ez meg nem lett volna lehetséges akkor, hogyha az elmúlt 5 esztendőben nem döntöttük volna meg minden évben az éppen aktuális beruházási rekordot a magyar gazdaságban. 2018-ban 60%-kal több beruházás érkezett Magyarországra, mint 2014-ben, és ebben az elmúlt 5,5 esztendőben összesen 5000 milliárd forintnyi beruházás érkezett Magyarországra a beruházás ösztönzési rendszerünkön keresztül, és a tavalyi rekordév első feléhez képest is jobb számokat tudtunk produkálni az idei esztendő első felében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azonban a növekedés az nem csak mennyiségi, hanem sokkal inkább minőségi. Az elmúlt években Szolnok és a kormány sikeres együttműködést hajtott végre, amelynek egyik jele az M4-es út építése. Év végéig az M4-es elkészült Szeglédig, 2020 és 2022 között az összes Szolnokot érintő építkezés lezárul, mondta. Hozzátette, Szolnok vonzerejének növeléséhez további fejlesztésekre van szükség. Már elkezdődött az újipari park közművesítése, és az új Tiszahíd építésére vonatkozó tervezési szerződést jövő év elején meg lehet kötni. A beruházás a karcagiak életére is befolyással lehet, hiszen minden munkaerőre számítanak. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!